fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within. And I've been there before, but that life's so bore, so full of the superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If I ain't got you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond wings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Some people search for a fountain, the promise is forever young. Some people need 3,000 roses, that's the only way to prove you love them. And read the world on a silver platter, and what would good it be? With no one to share, with no one who truly cares for me. Some people want it all, but I don't want nothing at all. Everything, but everything means nothing if I ain't got you. Some people want it all, but I don't want nothing at all if I ain't got you, baby. If I ain't got you, baby. Some people want diamond wings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Yeah. Nagyon szépen köszönjük a Dodgem zenekarnak. A Sándor Falvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola ezen a héten 5. alkalommal szervez zenei koncertkörutat és tábort Balatongyörökön és környékén. Itt táborozik ugye az iskola zenekara, akiket most is hallhattunk, a Dodgem együttes, akik zenéltek ugye nekünk. Vendégünk pedig Kaszás László, a zenekar és az intézmény vezetője is. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek és elfogadtátok a meghívásunkat. Mi köszönjük a lehetőséget. Hát az az igazság, hogy nagyon jól érezzük magunkat itt a Balaton parton. Az idén valóban 5. alkalommal vagyunk, pontosabban már a 6. alkalommal szervezünk koncertkörutat Balatongyörök és környékén, Keszthely és itt a környező településeken. Az az igazság, hogy idén a Nemzeti Tehetségprogram is kicsit besegített nekünk ebben, hogy részt vehessünk. Ez úgymond egy edzőtábor. Nem sport értelemben, hanem zenei értelemben. Gyakorlatilag délelőttönként gyakorolnak a gyerkőcök, délután egy kicsit strandolhatnak is, úgyhogy ez egy kicsit másabb, mint a megszokott Sándorfalvi táborunk. Ugye az együttest az ország legjobb suli zenekarának választották. Így igaz. Ez hogyan zajlott? Így igaz. 2014-ben volt egy ilyen internetes úgymond verseny, ahol kizárólag élő zenés dolgok, tehát nem az elektronikus zenéről szólt, hanem kizárólag élőben játszó zenekarok versenyezhettek, és az első 10 zenekar jutott be
a Pesti Magyar Színházban történt ez a döntő, és ott ugye online szavazás is volt, meg közönségszavazás is, és nagyon-nagyon jó volt látni ezt a rengeteg tehetséges zenekart, és tényleg valóban ügyesen zenéltek a srácok, megérdemelték. Hát, hogyha elárulhatok egy titkot, én közben figyeltem a te arcodat, miközben zenéltek, és óriási büszkeséget és elégedettséget láttam. Hát az igazság, hogy büszkék is vagyunk nagyon rájuk, és 10 év az hosszú idő, tehát rengeteg fejlődésen mentek keresztül, és némelyik tanulunk már felnőtteket megszégyenítő módon muzsikál, úgyhogy ez nekünk ez csak öröm számunkra, sőt, zenélhetünk is együtt már, sőt, olyan volt diákjainkkal is büszkélkedhetünk, akik már időközben a Zeneakadémiát is elvégezték, és már kollégák tulajdonképpen tanítanak. Én még szinte fel se ébredtem, de a hölgy aranytorka gyakorlatilag igen. Tényleg élőben játszottak, csodálatos volt, ám de honnan a 2007-ben választott Dodgem név? A Dodgem a sokat ütközik. Hát én úgy gondolom, hogy a gyerkőcök maguk választották, mert egy fellépés után Szegeden, a Szegedi Ligetben történt egy fellépés, és azt hiszem, hogy a fellépés után pont Dodgemezni indultunk. Úgyhogy, és akkor még a legfiatalabb tagja a zenekarnak, aki most jelenleg éppen ütőhangszerezik, Kristóf, még óvodás volt. Azt a mindenség neki, hát ez nagyon jó. Mit tanulnak egy gyerekek így, hogy, mert ugye nyilván zeneiskolába amúgy is járunk persze, de hogyha így egy zenekari közegen belül vannak, akkor az mennyivel nyújt többet? Én úgy gondolom, hogy saját példából kiindulva, én jó magam is sokkal jobban szerettem zenekarban játszani, nem csak azért, mert megosztik a felelősség, nyilván, hogy ez is egy fontos dolog, viszont teljesen más energiaszinten dolgoznak a gyerkőcök. Valóban, hogyha egyedül kiküldünk egy gyereket a színpad kellős közepére, és több száz tekintet szegeződik rá, nyilvánvaló, hogy nem annyira kellemes helyzet az még eleinte, viszont zenekarral úgy tűnik, hogy élvezik a helyzetet. Egymásba tudnak kapaszkodni. Igen, és teljesen más más lelkületet kap a dolog. Az előbb úgy mondtad a 2007-et, hogy Istenem, de rég volt, de például ha 2007-ben megkérdeztek volna, te mondtad volna, hogy 10 év múlva még együtt lesz ez a felállás? Igazándiból ugye cserélődnek a tagok, mert vannak, akik elmennek, elköltöznek, vagy egyetemre mennek, vagy, tehát igazándiból cserélődnek folyamatosan. Meg, mindig megújul, mint a King Singers. Igen, vannak egyébként alapító tagok még a zenekarban, de gyakorlatilag az történik, hogy ahogy nőnek a gyerkőcök, van köztük olyan is, aki művészeti szakközépiskolában jár, és ezt a pályát választotta, sőt, a Levente, ő már harmadéves hallgató a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, úgyhogy jazzgitár szakon tanul, de egész profi módon készülnek erre a pályára, és öröm látni ezt a fejlődést. További sikeres 10 esztendőket kívánunk nektek, köszönjük, hogy itt voltatok nálunk.